Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit a 21. Fehován, a fegyverhorgászat vadászat kiállításon, amely egy nagy kutya kiállítással is bővült, és amelyre várjuk az érdeklődőket. Nagy öröm számomra az, hogy jó néhány olyan fontos rendelkezés, törvény született az elmúlt időszakban, amely a halászok, horgászok, vadászok, természetjárók, természetbarátok dolgait érinti. Ide tartozik az új halászati törvény, amely egy horgászbarát rendelkezéseket tartalmazó jogszabályalkotás, az élő vizekben élő halállományt védi, az őshonos halfajokat védi, és egyszerűsít olyan szabályokat, amelyeket korábban bizony nehéz volt betartani. Egyszerűsödtek a fegyver tartása, a fegyver őrzése, engedélyezése vonatkozó szabályok is életszerűbbé váltak, és szigorítottuk a orvhalászatra, orvvadászatra vonatkozó rendelkezéseket is, hiszen ezek bekerültek a büntető törvénykönyvbe. Jelentős eredmény az, hogy a magyar vadgazdálkodás, amely mintegy 6 milliárd forintos bevétellel rendelkezhet, az elmúlt években újra nyereségessé vált, annak a vadhús rendeletnek köszönhetően, amelyet néhány évvel ezelőtt alkottunk. Ez azt jelenti, hogy mintegy közel másfél milliárd forint az a nyereség, amelyet az ágazat fel tud mutatni. Ez a magyar vadgazdálkodás jövője szempontjából is egy erős bázis jelent, egy olyan eredmény, amely biztosítja azt, hogy mind a foglalkoztatás, hiszen sokan élethivatásszerűen dolgoznak a területen, mind a turizmus, mind pedig az értékek megőrzése és gyarapítása is kellő háttérrel rendelkezik. Én bízom benne, hogy a mostani Fehova, amely 4 napon keresztül várja az érdeklődőket, csak úgy sikeres lesz, mint a korábbiak, és kellemes időtöltéssel, élményekkel, programokkal szolgál az ide látogatóknak. Hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszol. Mik voltak ezek a változások, amik nyereségesítették ezt az ágazatot? Egyszerűsítettük azokat a szabályokat, amelyek a vathús forgalmazására vonatkoztak, de olyan szellemben, hogy a fogyasztó biztonsága, az élelmiszer biztonsága az megmaradjon, hiszen jó néhány olyan adminisztratív megkötés volt, ami miatt nem érte meg, vagy legalábbis nem érte meg nyereségesen, nem lehetett vathúst feldolgozni és értékesíteni. Itt néhány piaci szereplő volt korábban, így bővült a kör, nőtt a piac is, hiszen a nagy vadállomány, különösen a vaddisznó állomány jelentősen gyarapodott az elmúlt években, és így a vathús forgalmazással meg tudtuk nyitni a lehetőséget arra, hogy a belső és a külső piacokon minél többet értékesítsünk. Egyébként a vaddisznó állomány növekedése az továbbra is van, mi az engedélyek kiadásával igyekszünk segíteni azt, hogy itt egy optimális szintre álljon be az állomány, és ez az egyik lehetőség az, hogy minél többet dolgozzunk fel, minél többet tudjunk eladni a belföldi étkeztetésben, akár az éttermi, akár a üzemi konyháknál, gyermek étkeztetésben is a vathús így meg tud jelenni. Ez fontos azért is, hogy a magyar gasztronómiának ez az eleme, ez minél szélesebb körben legyen ismert. A legújabb hírek szerint a nagy vadállományt csökkenteni kell, és jónak tartja azt, hogyha belenyúlunk ebbe a rendszerbe, és nem csak a vadászokra bízzuk a nagy vadállomány szabályozását. Én abból indulok, hogy a vadászokkal együtt valamennyi szereplővel egyeztetve kell itt elérnünk azt, hogy beálljon egy olyan egyensúly, ami úgy látszik, hogy sok területén az országnak fölborult, veszélyezteti a közlekedést, a mezőgazdasági termelés számára is komoly károkat jelent, és a vadásztársaságot és a vadkár térítés az bizony gyakran próba elé állítja. Biztos vagyok abban, hogy néhány év alatt ezt a gondot tudjuk orvosolni, hiszen már látszanak kedvező jelek, azért itt a kilövések száma az növekedett, és így egyes területeken a vaddisznó állománynak a növekedését sikerült megállítani. A halászati törvény az horgászbarátnak mit jelent ez, miniszterem? Ez azt jelenti, hogy míg a korábbi szabályozás döntően a horgászokra tartalmazott előírásokat és a halászok számára inkább elvi irányokat szabott, most már a halászatra is konkrét előírások és normák vonatkoznak. Itt fontos az, hogy ezeket betartassuk, és különösen a halőrzés, a rapsickodásnak a visszaszorítása az egy fontos feladatunk.